estét kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Vidám Szimfonikusok zenekarának újévi koncertjén. A 150-es Zsoltárnak a felolvasásával szeretném felkonferálni az egész estet, a mai koncertet, amely az utolsó Zsoltár, a Zsoltárok könyvében, és amely arról szól, hogy milyen módon kell Istennek tiszteletet adni, mi az Istentől rendelt módja a dicséretnek, az Isten tiszteletnek. Ugye Dávid nevéhez kapcsolódik az Isten tiszteletének, az Isten dicséretének az a bibliai leírása, amely leginkább megfelel az Isten követelményének, Isten rendjének. Tehát a 150. Zsoltár így szól: dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Istent az ő szent helyén, dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán, dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint, dicsérjétek őt kürtzengéssel, és dicsérjétek őt hárfán és citerán, dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával, dicsérjétek őt hangos cimbalommal, vagy gitárokkal, húros hangszerekkel, dicsérjétek őt harsogó cimbalommal, minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat. Ámen! Tehát Isten igéjébe hívő emberekként igyekszünk betölteni minden igazságot, ahogy illik, és ezért a mai szimfonikus zenekarnak a célja az az, hogy ne csak kulturális élményt és zenei élményt nyújtson az itt jelenlévőknek és a kedves televízió nézőknek, a Hitrádió hallgatóinak, hanem egyben szellemi, spirituális élmény és szolgálat is legyen ez Isten előtt. Most szeretném megragadni a figyelmet, hogy nagy szeretettel köszöntsük az ATV-nek a nézőit és a Hitrádiónak a hallgatóit. Kívánjuk az ő életükre is Istennek a gazdag áldását. El fogjuk tehát kezdeni a koncertet. Egy imával szeretném elindítani. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked ezen a mai napon is, és köszönjük neked, hogy ez a mai nap is az örömnek a napja, a vigasságnak a napja, mert te vagy a megváltó, a szabadító, és készséggel elismerjük, Uram, hogy te vagy a teremtő, az alkotó Isten, és mi pedig a te néped és a te legelőidnek a juhai vagyunk. Köszönjük neked, hogy a mai napon is átadhatjuk magunkat az Isten magasztalásának és dicséretének, hogy betölthetjük Istennek az igéjét, felmagasztalhatunk téged, és te pedig megígérted, hogy ha téged felmagasztalunk, akkor te mindeneket magadhoz vonzasz. Uram, szükségünk van arra, hogy magadhoz vonzál bennünket, magadhoz vonzd ezt a várost, magadhoz vonzd ezt az országot, az itt élő embereknek a szívét, és kérünk téged, hogy áld meg az itt jelenlévőket, a televízió nézőit, a rádiónak a hallgatóit, és töltsd be minden szükségét minden kedves nézőnknek és jelenlévőknek. Kérünk téged, hogy szakítsd le a láncokat és a köteleket, ahogy bejelentetted a messiási programodban, Uram, amikor felolvastad Ézsaiás prófétának a tekercsét a názereti zsinagógában, és akkor teljesedett be ez az írás az ott jelenlévők fülük hallatára. Azért kent fel téged az Isten, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessél, a vakok szemeinek a megnyilását, hogy szabadon bocsásd a lesújtottakat. Uram, szükségünk van a te megtartó kegyelmedre. Kérünk téged, Istenünk, gyógyítsd meg a betegeket, szabadítsd meg a foglyokat, mi pedig téged magasztalunk és dicsérünk, és felemeljük a te nevedet, amely minden név felett való név, mert megvan írva, hogy nem adatott az emberek között az ég alatt más név, amelyben volna megtartatás, csak a názereti Jézus Krisztusnak a neve, és erre a névre térje minden dicsőség, most és mindörökké a Jézus nevében. Ámen! Kérem Önöket, kérlek benneteket, hogy foglaljatok helyet. Minden eddigi rekordot megdönt a Vidám Szimfonikusok mai koncertje a színpadon jelenlévő zenészek tekintetében. 67 zenész van a színpadon. 26 fős kórussal fogjuk az élő Istent magasztalni, és 6 szólóénekes fog részt venni a mai szolgálatban. Az első dal a hídgyülekezete zenei történetének kezdeti szakán nagyon népszerű volt, Bob Fitznek a dala.
aki Hawaii szigetén írta ezt a dalt, oda ment szolgálni a családjával, és a kezdeti nehéz körülmények közepette, kereste a megoldást, és a nehézségek ellenére meg is találta, és megtalálhatja minden hívő, ezzel is nagyszerű példát adott számunkra, megtalálta és megkereste az okait annak, hogy miért adjon hálát, hogy miért dicsérje Isten. Áldott légy Urunk mindörökké című dal született meg ebből a, mondanám, szenvedésből, vagy ezekből a nehézségekből, amelynek magyar szövegét Németh Judit írta, énekelni fog Friderika, Jenei Betti, Balogh Ferenc, Botos Lajos és Varga Szabolcs. Ez lesz tehát az első dal. A következő dal, amely ezután következik, olyan Isten magasztaló himnuszról szól, amely, mert vannak ilyenek, amelyek akár évszázadokon keresztül képesek arra, hogy a minden korban élő embereknek a lelkét felemeljék az Istennek a jelenlétébe. Ilyen például az a négy amerikai spirituális is, amely szerzője Cam Kirkland, aki több dalt is szerzett, illetve szimfonikus feldolgozásban átírt dicséreteket. Ezek lesznek tehát a mai estének az első dalai. Fogadják a vidám szimfonikusokat nagy szeretettel. Atyán dicsérünk és imádunk, mert nincs hozzád hasonló, nincsen más. Kezed munkáját hirdeti az ég s a föld, rólad énekel a teremtett világ. Áldott légy, Urunk, mindörökké, aki öröktől áldott légy, Urunk, mindörökké, királyságom közel. A nap, a holc, a fénylő csillagok, mind bölcsességedről beszélnek, a magas hegyek s a mezők virágai. Szüntelen zenjék az Úr fenséges. Áldott légy, Urunk, mindörökké, aki öröktől fogva létezel. Áldott légy, Urunk, mindörökké, királyságon közel. Áldott légy, Urunk, áldott légy, Urunk, mindörökké, királyságon közel. Minket, akik por és hamú vagyunk, sordultig töltöttél szent lelkeddel, hogy néped reménységben várja a nagy napot. És örvendjen meg dicsőt örömmel. Áldott légy, Urunk, mindörökké, aki öröktől fogva létezel. Áldott légy, Urunk, mindörökké, királyságot közel. Áldott Urunk, mindörökké, aki öröktől fogva létezel.
gitárversennyel folytatjuk. A spanyol zeneszerző karmester Federico Morento Torroba 20. században élt és tevékenykedett. Főként gitár műveiről vált ismerté klasszikus körökben. Klasszikus gitárra azelőtt nem igen írtak darabot, ebben ő volt a korszakalkotó vagy úttörő. Ezt a viszonylag korai szerzeményét, amelynek címe Szonatina, ami gyakorlatilag egy három tételes versenymű, 1924-ben írta, és ebből a második tétel csendül fel a következő percekben. Németh Andrea, a Bornemisza Péter Általános Iskola és Gimnázium gitártanárának előadásában. Ez lesz tehát a folytatásban először. A közelmúltban jelent meg ifja Balogh Ferenc Hidden Kingdom nevű zenei projektjének Küldetés című lemeze. Erről következik majd utána a Milky Way, tehát a Tejútrendszer című zenemű, amely Bárány László a Csillagok Birodalma című ismeretterjesztő filmjéhez készült, tehát egy filmzene következik utána. A zenekari feldolgozás ifja Balogh Ferenc és Jobb Gergely műve, énekelni fog Farkas Virág, Ír Furuján közreműködik Horváth Tamás, és szintetizátorokon a szerző ifja Balogh Ferenc. Thank you.
Ifja Balogh Ferenc Tejútrendszer című zeneműve hangzott el. Közreműködött a Kineret kórus, Harmat Ágnes vezetésével, és ők működnek közre az S-során továbbiakban is. Vezényelt, ahogy az S-során vezényel, Jobb Gergely. Már a karácsonyi időszak elmúlt, amikor a keresztény világ megemlékezett a názareti Jézus Krisztus első eljöveteléről, a Mesiás megtestesüléséről, de továbbra is fontos minden nap hálát adni azért, hogy Isten elküldte az ő fiát szabadítóul az emberiségért. Következik Stephen Curtis Chapman és Michael W. Smith dala, amelynek címe Egyetlen élő Immanuel. A magyar szöveget Pajor Tamás írta, szólót énekel Balogh Ferenc. Ezután pedig Abaházi Zoltán dala következik, amelynek címe Mindenkinél jobb vagy, ezt a dalt a 45. Zsoltár inspirálta, amely úgy állítja be előttünk a Messiást, mint aki mindenkinél szebb, minden embernél vonzóbb, és egyszerre ezzel együtt vitéz, erős, hős. A dal zenekari változatát Jobb Gergely készítette, szólót énekel Szatai Gábor, de előtte tehát Balogh Ferenc következik, Egyetlen élő Immanuel. Sötét árnyak nőnek, olyan hirtelen tör rád a néma ég. Ő ott a fény, hogy visszatér. Mikor úgy tűnik, hogy vége, mégis mit tehetnél nélküle? Ott megtudod, hogy tényleg ő a mindenható. Ha te nem is látod, téged néz, és időben ér még elég, hogy út legyen, ami járható. Egyetlen élő Immanuel, hozzá csak égő imádjuk el. Szédítő égben, fényben lakom, nálam lenni, visszamenni a pályához. Ő minden ember asztaláról enni, s itt a vándor újra rátalál. Ő súg bennem bíz,
hát tényleg közel a szívhez, és a száj is újat hirdet, s annyi ember végre hívja már szent nevét. A rossz napoknak vége lesz, nyisd kaput és lélegezz, élelem, itt véget ér. Egyetlen élő, Immanuel, hozzád csak égő, imádjuk el. Szédítő égben, fényben lakunk, mégis látod tőled, sincs távol, itt hát a jel, mert van nála hely, Immanuel. Égő tűz, várnád szívünk, élő csodálatos veled járni, szellemed oly vonzó, szerelmed féltékeny tüze forró. Megtisztít beszéded, átformálja sorsom, izzó lávaként gyógyítja csontom. Áthajózunk veled egy vadonatúj világba, vitorlánk mennyei szeled várja. Reménységünk horgony fenn az egeken túl, utunk célja benned megvalósul. Mert mindenkinél jobb vagy, mindenkinél szebb vagy, mindenkinél erősebb vagy, Jézus. És minden másnál jobban, érted, lángra lobban, szívünk kéri, uralkodj bent, Jézus! Sugárzó erőt, Uram, úgy feltölt! Sugárzó erőt, Uram, úgy feltölt! Csodálatos veled járni, szellemet oly vonzó, szerelmet féltékeny tüze forró.
tisztít beszéded, átformálja a sorsom, izzó lábaként gyógyítja a csontom. Áthajózunk veled egy vadonatúj világba, vitorlám mennyei szened várja. Reménységünk horgony, fent az egeken túl, utunk célja benned megvalósul. Mert mindenkinél jobb vagy, mindenkinél szebb vagy, mindenkinél erősebb vagy Jézus. És minden másnál jobban, érted lángra lobban, színünk kéri uralkodj bent Jézus. Mert mindenkinél jobb vagy, mindenkinél szebb vagy, mindenkinél erősebb vagy Jézus. És minden másnál jobban, érted lángra lobban, A hit erejéről szól az Egyiptom hercege főcímdala. Steven Schwartz és Kenneth Bryan Edmonds Babyface dalának magyar címe A hit útján. A szöveget német Judit írta, szólót énekel Friderika és Jenei Betty. Ezután pedig Pajor Ábrahám dala következik, a Szent Szellem jöjj hozzánk című dal. Ez a dal egyfajta modernkori zsoltár, amely egyszerű, őszinte szavakkal és a klasszikus keresztény himnuszok hangvételével fordul a Szent Szellemhez, akiről a Biblia azt mondja, hogy személy, Isten és Úr. A dalt Hajós Benyámin és Jobb Gergely dolgozta fel szimfonikus zenekarra, szólót énekel Botos Lajos, de most tehát először következzen a hit útján Friderika és Jenei Betty előadásába.
csak sóhajtoztam, vártam. Szívemben oly halványan villant fel a remény, de nem aggódtam már, kezedbe tettem terhemet, és megtörtént egyszer, elmozdultak a hegyek. Mert várnak a csodák a hit útján, egy belső hang úgy bátorít. Ne csüggedj és ne félj, tovább remélj, zörges és vár, és nem soká. Néha megkísért, hogy hadd, ne várj.
szellem jöjj hozzánk. Vigasztaló úgy várunk rád, tisztíts meg, adj ránk új ruhát, Szent Szellem várunk rád. Szent Szellem szólj hozzánk, szívünk felloppansd téged át, mert rajtad kívül nincsen más, Szent Szellem várunk rád. Szent Szellem jó, áradsz rád, bölcsönből ének száll. Annak, aki a trónon ül, akit a szívünk vár. Úr Jézus, jöjj az égen át, szólj hozzánk, szívünk felloppan, s téged áld, mert rajtad kívül nincsen más, Szent Szellem várunk rád. Szent Szellem jó, hogy váradsz rád, bensünkből ének szállt. Vigasztaló úgy várunk rád, tisztíts meg, adj ránk új ruhát, Szent Szellem várunk rád. Szent Szellem szólj hozzánk, szívünk felloppan, s téged áld, mert rajtad kívül nincsen más, Szent Szellem várunk rád. Mert rajtad kívül nincsen más, Szent Szellem várunk rád. Mert rajtad kívül nincsen más, Szent Szellem várunk rá. Érzem, hogy mindannyiunk szívéből szólt ez a dal. Az Úr imájaként ismert mi atyán következik, amely talán az egyik legismertebb szakasz a Bibliában. Ezt az imát zenésítette meg Németh Judit, amely dalt 2001-ben CD-n is kiadta a Híd gyülekezet. Ezt a dalt hallhatjuk most nagy zenekari feldolgozásban, amelyet Jobb Gergely készített, szólót énekel Balog Ferenc. Thank you.
Isten, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el országod, hozzánk a földre, s a te akaratod legyen. Minden napot add meg kenyerünket, és bocsásd meg vétkeinket, mint ahogy mi tesszük ellenségeinkkel, s a gonosztól szabadíts meg. Mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, s a dicsőség most is örökké. Mert a föld megismer, s teljes lesz neveddel, ahogyan a tenger vizekkel. Mi atyánk, Isten, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el országod, hozzánk a földre, s a te akaratod legyen. Minden napon add meg kenyerünket, és bocsásd meg vétkeinket, mint ahogy mi tesszük ellenségeinkkel, s a gonosztól szabadíts meg. Mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, s a dicsőség most is örökké. Mert a föld megismer, s teljes lesz neveddel, ahogyan a tenger vizekkel. Tiéd a hatalom, s a dicsőség most is örökké. Mert a föld megismer, s teljes lesz neveddel, ahogyan a tenger vizekkel. Mert a föld megismer, s teljes lesz neveddel, ahogyan a tenger vizekkel. Mert a föld megismer, s teljes lesz neveddel, ahogyan a tenger vizekkel. Kem Kirkland átiratában csendül fel először egy több mint 200 éves instrumentális formában egy dal, az Ó, halljátok és lássátok az élet igéjét kezdetű himnusz. A dal egyébként a hídgyülekezetében is népszerű volt, főleg a 80-as, 90-es években. Az eredeti szöveget Edward Perronet, brit lelkész és költő írta, amely először 1779-ben jelent meg nyomtatásban, a zenét pedig 10 évvel később Oliver Holden zeneszerző szerezte hozzá 1789-ben. Utána a koncertünket egy felemelő dallal folytatjuk. A dal címe Ő az első és az utolsó. Akik ismerik a Bibliát, tudják, hogy ez a Jelenések könyvéből vett idézet. A dal is a Jelenések könyvének eseményeit, állapotát mutatja be. Azt az állapotot, ami majd a jövőben fog beteljesedni az emberiség életében, amikor Isten eltöröl minden könnyet, megszűnik a betegség, a halál, és az élet fog diadalmaskodni. Robi Trice dalára Pajor Tamás és Jobb Gerge írt magyar szöveget, előadják Balogh Ferenc, Botos Lajos és Varga Szabolcs, de először még, ó, halljátok és lássátok,
az élet igéjét. Thank you.
bizony így lesz, egy város beszáll, és mi láthatjuk ezt. Hozzá egybe gyűlnek mind az összes népek, a föld szegletéről jönnek el. Szent nevét majd mind megvallják, ők, kik rég tagadták. Az ő szívükben lesz a szövetség, ott minden ember céljához ér. Eltűnik a félelem egy napon, gyógyító szél fúj. Túl annyi gondon, fájdalmon, ő vár, ő él az otthon. Örökké él, igen, Isten fia, nagy király, nem kímélte életét. Megváltó, szabadító, övé a föld és ég. Mindenható, örökké való, mint úgy áldjuk szent nevét. Mert ő az első és utolsó, ő a kezdet és a vég. Isten fia, nagy király, nem kímélte életét. Szabadító, övé a föld és ég. Minden ható, örökké való, mint ott áldjuk szent nevét. Mert ő az első és utolsó, ő a kezdet és a vég. Isten fia, nagy király, nem kímélte életét. Megváltó, szabadító, övé a föld és ég. Minden ható, Bernie Herms és Nicole Nordman dala következik, amelynek címe Néha menni kell. A magyar szöveget Csuka László írta, szólót énekel Friderika. Ezután pedig Andy Park dala következik. Andy Park, amerikai dalszerző és dicséretvezető, a keresztény megújulási mozgalom élharcosa, aki számos olyan dalt szerzett, amelyben a megtérés üzenete nagy hangsúlyt kapott. Ilyen a most következő dal is, amely lényegében két dal összefonódása, a második dalrész Rich Mullins munkája, aki szintén az Egyesült Államokban szolgál.
Az Úrnak szelleme van én rajtam című dal magyar szövegét Németh Judit írta, szólót énekel Szatai Gábor, ez lesz tehát a második dal, de előtte még Néha menni kell. Thank you.
Az Úrnak szelleme van én rajtam, felkent, hogy a szegényeknek örömhírt mondjam. Elküldött, hogy bekössem a megtört szíveket, hogy szabadságot hirdessek a foglyoknak. Jó kedvének esztendeit hosszú állás a napját, itt az idő. Fogad el ma kegyelmét, itt az idő. Vesd le hamar a gyászruhát. Ez az a nap, mikor szól hozzád az Úr. Megnyithatod, ne várj tovább, új bőséges irgalma, minden késő. Ez az üdvösség napja. Az Úrnak szelleme van én rajtam, felkent, hogy a szegényeknek örömhírt mondjam. Elküldött, hogy bekössem a megtört szíveket, hogy szabadságot hirdessek a foglyoknak. Jó kedvének esztendeit, itt az idő. Hosszú állás a napját, itt az idő. Fogad el hát kegyelmét, itt az idő. Vesd le hamar a gyászruhát. Bőséges irgalma még nem kísér. Jó kedve esztendeje még tart, itt az idő. De már nincs messze a harag, itt az idő. Fogad el hát kegyelmét, bőséges irgalma még nem késő. Az Úr oly csodálatos, nincs más, csak ő mindenható hatalma, örökké tart a mi Istenünk. Az Úr oly csodálatos, nincs más, csak ő mindenható hatalma, örökké tart a mi Istenünk.
A Mi Istenünk az Úr című dalt hallották Szatai Gábor előadásában, most pedig a Nemzetközi Pünkösdi Karizmatikus Mozgalom zenei életének egy másik meghatározó alakjának, Martin Smithnek a dala következik, aki angol dalszerző, énekes, korábban a Delirious elnevezésű keresztény együttesnek volt a frontembere. 6 gyerekes családapa, számos dalát a hídgyülekezete is átvette, és napjainkban is énekli. A most felcsendülő dala, amelynek címe Ez ő, Jézus közelségét írja le. A dal magyar szövegét Pajor Tamás írta, szólót énekel Varga Szabolcs. Ezután Darlene Check, ausztrál dalszerző, énekes, gyülekezet vezető egyik dala következik. Darlene egy súlyos betegségből Isten gyógyító erejének köszönhetően épült fel, és ma is szolgál egy ausztrál városban, férjével együtt egy gyülekezetet vezetnek. Hogyan lesz a tövis koszorúból győztes korona? A felmagasztalásból, vagy a megaláztatásból felmagasztalás, és hogyan lesz a halálból élet? Ezekre a kérdésekre keresi a dal a választ. Darlene Check, Israel Houghton, Kerry Jobb dalát, amelynek címe Győztes korona, Friderika énekli majd el, a magyar szöveget pedig Csuka László írta, de előtte még következzen ez ő, Varga Szabolcs előadásában. Kész, szívvel várunk,
de nagy az élet, más, mint amit látsz. Nézz bele, láss mélyre, és érezd, erre vár. Légy szabad, légy boldog, pont jókor rád talál. Jött, mint egy ember, megalázva önmagát, örök engedelmességben halt kereszt halált, pedig Úr volt ő korábban, mégis áldozottá vált, és nem kerülte el a Golgotát. Nekem ő a legjobb példa, hogy a hűség mennyit ér, hogy az ember úr vagy szolga, arról gyümölcse ítél.
eddig gúnyból tették fel rá azt a tövis koszorút, de a mennybe mégsem visz fel másik út. Halleluja! Mi a dalra vitt kereszt áldozat, halleluja! Az a tövis korona, most ott ül az Atya jobbján, megváltó messiás, s rajta kívül nincsen senki más. Alleluja! Mi a darra vitt kereszt áldozat, alleluja! Hallelujah!
Jeruzsálem az egyetlen város, amivel kapcsolatban Isten megígérte, hogy idézem, Jeruzsálemben lesz az én nevem örökké, ezt ígéri Isten a 2 Krónika könyvének 33. részében. És Isten azt kéri a népétől, hogy könyörögjünk Jeruzsálemnek a békességéért. Ez fog megtörténni dal formájában. Paul Wilbur Shalom Jeruzsálem című dala következik. Magyar szöveget Németh Judit írta, énekel Balogh Ferenc. Ezt követően pedig következzen egy a mindenható Isten felmagasztalásáról szóló dal, Eddie James afroamerikai keresztény dicséretvezető dala. Az Ő az Isten című dalával azt üzeni hallgatóinak, hogy bár az Isten hatalmas, mégis lehajol az elesettekhez, közel van a megtört szívekhez. A dal magyar szövegét Csuka László írta, szólót énekel Jenei Betti, de előtte most következzen Balogh Ferenc és a Shalom Jeruzsálem. Könyörgünk nyugalmadért, Isten városa, kiöntetik rád az üdvösség, közel Jeruzsálem,
hozzád a Mesiás, és letörli könnyeidet. Shalom, shalom, Jeruzsálem, béke veled. És letörli könnyeidet. Közel hozzád megváltó, hogy az ő kegyelme minden bánatot és gyötre. Ő átélte, hűséges az árvához, s a megvetethez. Karja most is erős, hatalmas, hogy rajta segítsen. Shalom, shalom, Jeruzsálem, béke veled. Eljön majd hozzád a Mesiás, és letörni könnyeidet. Shalom, shalom, Jeruzsálem, béke veled. Eljön majd hozzád a Mesiás, és letörli könnyeidet.
távoli messzeség, a képzelet repül, csak a test maradna még, mint a szarvas vágyik a friss vízre, úgy szomjazik lelkem rá, hogy mindig ott lehessek én jelenlétében, ahol szent fénye átjár. Az Isten, ő az Isten, ő a minden, mégis rám tekint, megnyitja szívét. Ő az Isten, ő a minden, mégis engedi, hogy megfogjam kezét. Tudom, nincs elég szó, hogy elmondjam, milyen hála van a szívemben, hogy utánam nyúlt a sötétbe, és megszületett az élet bennem. Ha térden állnék élet, és ismételném örökké, akkor sem tudnám kifejezni, mit jelent számomra őt. Nem értem, miért szeret engem, vajon mit látott vagy lát bennem? Miért vettem magára minden bűnöm ott fenn a kereszten? De dicsérlek mélyben, ó, te rád nézel, igen érzem szereteted bennem, dicsérlek, dicsérlek. Csodálatos, hűséges, szent és igazságos, dicsőséges, felséges, Úr és magasságos, szabadító, gyógyító érintését várom. Erős már az Úr neve, legjobb barátom. Mindenható Isten, jövendő király, Alfa, Omega, kezdet és a cél. Szent, szent, szent az ő neve. Csodálatos, dicsőséges, befejezésül következzen Jeff Bullock dala. A dal Isten nagyságáról, szeretetéről és kegyelméről szól, ahogy lehajul az emberhez és segítségére siet. Ez a gyönyörű, világhírű himnusz nem méltán, vagy méltatlanul, hanem méltán vált népszerűvé szerte az egész világon, különböző gyülekezetekben, egyházakban éneklik. Magyar szöveget Németh Judit írta, zenekari átirat Oromszegi Bence,
énekel Balogh Ferenc, Botos Lajos és Varga Szabolcs. Te vagy az Úr. Akire úgy vágytam, akit kerestem, és te vagy az Úr, aki fénygyújtott bennem, aki a halálból megváltott a lelket. Te vagy az Úr, te vagy a Szent, te vagy a válasz, az igen és ámen. Aki örökké élsz, testélet igen, akit az Atya küldött, mert szeretett minket az eszmény, az eljövet. Te vagy az Úr, a viharok felett, te szólsz, lecsillapodnak a vizek észlelek, és jössz a tengeren, kiállt az én vagyok, és szorongó szívünket megbátorítod. Te vagy az Úr, szeretett minket, az egy szülőt, az eljövendő. Te vagy az Úr, az élet forrása, aki szabadítónk lettél, Isten képása. Hű és igaz, benned van reményünk, mert nem halt a sírban, feltámasztott testünk. Te vagy az Úr, te vagy a Szent, te vagy a válasz, az igen és ámen, a kívül. Mert szereted minket, te vagy.
És ezzel a koncert végére értünk, egy imában elbúcsúznánk a kedves televízió nézőktől. Mennyei atyánk, hálát adunk neked a 2018-as évért, és köszönjük neked, hogy jó Isten vagy, és jó terveid vannak erre az esztendőre vonatkozóan. Köszönjük neked a hazánkat, nemzetünket, Magyarországot, köszönjük neked, hogy Magyarországgal kapcsolatban is nagyszerű terveid vannak, és azért imádkozunk, Uram, hogy ezek meg tudjanak valósulni. Kérünk téged, hogy áld meg Magyarországnak a lakóit, adj gazdasági felemelkedést, prosperitást, növekedést, áld meg a mezőgazdaságot, adj termő időket, kellő számú napsütést és esőt, csapadékot. Kérünk téged, hogy áld meg az itt élő embereket, és szabadítsd meg őket a betegségekből, hiszen te vagy a gyógyító, rombold le, kérünk, a káros szenvedélyeket. Áld meg, Uram, a családokat, és emeld föl, Uram, a családokat és a házasságnak, a családnak a tekintélyét a 2018-as évben is. Kérünk téged, hogy áld meg a népszaporulatot, és csökkentsd a halálozásoknak a számát, és add, Uram, hogy 2018-ban több gyermek szülessen, mint az elmúlt években. Imádkozunk a felemelkedésért, növekedésért, imádkozunk a határon túli magyarokért. Kérünk téged, hogy őket is szabadítsd meg, áld meg, szabadítsd meg mindenféle ellenük jövő gyűlöletből. Imádkozunk az üldözött keresztényekért 2018-ban is. Te szabadítsd meg a világ különböző pontjain élő üldözött keresztényeket. És imádkozunk Izraelért, Jeruzsálemért is, hogy hozd fel ebben az évben még inkább Jeruzsálemnek az igazságát, hogy egyre több nemzetnek a fiai és vezetői felismerjék Jeruzsálemre vonatkozó kedves, jó és tökéletes akaratodat. Imádkozunk a televízió nézőkért, rádióhallgatókért, áld meg őket 2018-ban is prosperitással, növekedéssel, fejlődéssel, adj nekik jó egészséget, és add, Uram, hogy nagyobb legyen az öröm ebben az országban, ebben az évben, mint a szomorúság, a bánat, és minden könnyet törölj le az emberek szeméről, vigasztald meg a gyászolókat, magányos embereket, és adj növekedést és fejlődést minden területen a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében, amely név áldott most és mindörökké. Ámen. Ámen. Elbúcsúzunk tehát a kedves televízió nézőktől, önök a Vidám Szimfonikusok zenekarának 2018-as újévi koncertjét látták és hallották. Isten gazdag áldását kívánjuk az önök életére. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra.